A Moson-Magyaróvári vereség után távozó Vlatko Gyönovics helyett Dévényi János vette át a szakmai munka irányítását a kisvárdai csapatnál, amely a tabellán közvetlenül előtte álló Albafehérvárt fogadta. Az első félidő közepéig fejfej mellett haladtak a csapatok, aztán előnybe kerültek a vendégek, akik egy gólos vezetéssel mehettek a szünetre. A második játékrészt jobban kezdte a Fehérvár, 4 góllal meglépett ellenfelétől Delirita együttese. A hazaiak azonban elkezdték ledolgozni hátrányukat, és 20-20-nál utól is érték a vendégeket. A végjáték izgalmasan alakult, még 2-2 gól született, így pontosztozkodással ért véget a mérkőzés. Egy igazságos döntetlen született. Én úgy éreztem, hogy egész végig uraltuk a meccset. Egy komoly taktikai csata folyt mind a két oldalon. Ami a kézlabdában előfordulhat, az már előfordult. Viszont a támadójátékunk, a 22 gól az egy nagyon-nagyon dicséretes, és a védelmünkre próbáltunk alapozni, ami nagyon-nagyon jól működött. Amiben azt éreztem, hogy nem játszottunk elég jó sebességgel, és azon próbáltunk folyamatosan változtatni a labdafelhozatal, kihasználni ugye a cseréjét a kisvárdának. Abban lassúak voltunk, illetve hát megállt a támadójátékunk, ott 3-4 játékosomtól sokkal-sokkal többet várnék, mert hát nyilván ott beszűkült a játék lehetőségünk. Ha a meccs előtt valaki azt mondja, hogy ma döntetlen érünk el, akkor azzal mindenképpen elégedett lennék. Most azért van egy pici hiányérzetem, de természetesen nagyon örülünk, mert azért innen Kisvárdáról elvinni egy pont, ez mindenképpen nagyon-nagyon pozitív dolog. A hazaiak edzője elsősorban az átlövésből szerzett gólokat hiányolt a csapatától. Gratulálok a Fehérvárnak, hiszen nagyon jól kezdték az első félidőt, illetve a másik félidő elejét is. Kapaszkodtunk folyamatosan vissza a meccsbe. Tényleg óriási taktikai csata volt, védekezés, váltások, emberfogás, nyitott védekezés, ami lehetett, ugye mindkét oldalt bevetett. Ugye Mendi parádézott, tehát valamilyen formában orvosolnunk kellett, más megoldást nem találtam, de ez be is jött valamilyen formában. Ami borzasztó számomra, az az átlövők teljesítménye. Tehát viszonyatosan gyengén muzsikáltak ma. A szélsőket viszont ellenben valamilyen szinten itt a beállókat dicséret illetve azt mondom, a védekezésünk nekünk is rendben volt, illetve Betty is adott egy nagyon jó stabilitást. A forduló további eredményei a következők: Siófok Dunaújváros 31-17, Békés Csaba Debrecen 31-28, Ferencváros Moson-Magyaróvár 30-16, Eger MTK Budapest 20-22, Vác Érd 26-24 és Győr Budaörs 40-20. A tabella élén a Győr áll 34 ponttal megelőzve a 30 pontos Ferencvárost. A 15 pontos Kisvárda 7. helyen várja szombati budaörsi vendégjátékát.